Az esemény résztvevőjét Molnár Tiborné igazgató köszöntötte, majd ismertette az általuk kidolgozott képességfejlesztő és ökotudatos szemléletet. A program során a diákok megismerkednek a természettel és a gyógynövényekkel, valamint azok hasznosításának módjával. Az igazgató kiemelte, hogy a programban 150 iskolából az idén 25 intézmény kezdi meg a projekt megvalósítását, melyben többek között szerepel intézményi fejlesztés, módszertani innováció, partnerség és hálózatosodás egyaránt. A programban a legfontosabb partner a szülő lesz, majd az igazgató reményét fejezte ki, hogy ezzel el tudják majd érni a családokat. A pedagógusok tervei között az is szerepel, hogy az iskola udvarán kis kertet és tanösvényt alakítanának ki, ahol szintén a leginkább használt és ismert gyógynövényeket gondoznák a tanulók és a tanárok közösen. A célkitűzések között szerepel az olvasás megszerettetés a gyerekekkel. Az iskola tanulóinak 95%-a halmozottan hátrányos helyzetű, így a hangos és szövegértő olvasás fejlesztése nagyon fontos, hiszen ez a matematikai logika alapja. A program eleve azzal a céllal indul, hogy ezeknek a gyerekeknek az esélyegyenlőségét megteremtsük, és hát igazából mi is ebből indultunk ki, illetve azokból a gyengeségeinkből, amelyek problémát okoznak itt az iskolában. Például probléma a magas hiányzás, ami általában betegség miatt adódik, tehát nem igazolatlan hiányzások. És elgondolkodtunk, hogy bizony ezek a szegény sorban lévő családok néha a gyógyszert sem tudják megvenni a gyerek számára. És valahol talán ez indította el ezt az ötletet, hogy élve ezzel az új lehetőséggel, amelyet a projekt kínál, egy olyan programot dolgozzunk ki, amelynek egyik célja az egészségnevelés lenne, a másik a környezeti nevelés, és hát természetesen a képességfejlesztésnek mindenféleképpen benne kell lenni ebbe a programba. Tehát így három pilléren alapszik a mi csodavilág programunk. Milyen elfoglaltságuk lesz a gyerekeknek? Tehát ez most egy kicsit másabb, mint az iskolai tanulás, tehát nem könyvekből, hanem a szabadban fognak elsajátítani bizonyos ismereteket. Igen. A környezeti nevelés területén a gyógynövényeket választottuk. Szeretnénk egy olyan sziklakertet, illetve egy olyan tanösvényt, ahol gyógynövényeket termesztünk mi magunk is, és ezekkel a gyógynövényekkel, illetve a hasznosításukkal a gyerekeket is, és a szülőket is szeretnénk megismertetni. Ha a gyógynövényeket használni fogják, akkor a régi mondás, hogy fűben fában orvosság alapján úgy gondoljuk, hogy egy kicsit az egészségnevelésükért is teszünk, hiszen ha alkalmazni fogják a megfelelő betegségekre, akkor talán a gyerek kevesebbet fog hiányozni az iskolából. És természetesen a képességfejlesztést is mindezen a területen keresztül szeretnénk megvalósítani, hiszen olyan feladatbankot akarunk létrehozni a gyerekek számára, ahol a szövegértő feladatok is és a matematikai logikai feladatok is a természettel, a gyógynövényekkel kapcsolatosak. És miközben kutatnak ezek után a növények után, elkészítik majd azokat a kis plakátokat, amelyeken rajta lesz a gyógynövények használata, a kis lenyomata, rajza, közben mindenféleképpen fejlődik a szövegértésük és a logikájuk is. Mi az, ami már megvalósult a programból, illetve mikor kezdődött el? El is indítottuk a nyári programot. Voltunk bodzavirágot szedni, elkészítettük az első bodzaszörpünket, szedtünk pipacsot és árvácskát, és szárítjuk őket, hogy szeptemberben, amikor majd elindul a program, ezek a növények már teaként a rendelkezésünkre álljanak, és még a nyár folyamán szeretnénk hársfavirágot, csalánt, citromfüvet is szedni és szárítani a program szeptemberi indításához. Az igazgató beszámolója után Nyíri Tibor, a Klevesberg Intézmény Fenntartó Központ Szerencsi Tankerület igazgatója gratulált a pedagógusoknak és a vezetésnek az újszerű program kidolgozásáért, amelyet jobban magukénak érezhetnek, hiszen maguk állították össze.
A Szerencsi Tankerületi Igazgató többek között arról is szólt, hogy azért is jó ez a projekt, mert a gyerekek játszva a feladatok elvégzése közben sajátíthatják el a hasznos ismereteket. Pásztorné Bakó Márta, a program mentora közölte, hogy örül, hogy részt vehet a projektben, majd reményét fejezte ki, hogy tisztelet és eredményesség alakul majd ki a program végére.